Tehát korcsoportonként fiúknak és lányoknak válogatjuk szét az ajándékokat a Mikulás csomagba. A Parhanton a polgármester épp a Mikulás napi meglepetés előkészületeit koordinálja. Mint mondja, a kezdeményezés célja, hogy a településen élő 18 éven alattiaknak egy kis varázslatot csempészenek az életükbe Szent Miklós napján. Ez már nagyon régóta él az önkormányzatnál ez a hagyomány, de a tavaly évben alakítottuk át egy kicsit másképp, hogy összekötöttük a Mikulással az ajándékozást. Ugye a vírushelyzet miatt nem tarthattunk rendezvényeket, így azt találtuk ki, hogy az önkormányzat egy Mikulást alkalmaz, aki házhoz viszi az ajándékot a gyerekeknek. Akiktől annyit kér cserébe az önkormányzat, hogy rajzoljanak vagy írjanak levelet az ősszakál újótevőnek. A december 6-án házhoz érkező csomagok pedig nem csak édességet rejtenek, korosztályonként más-más meglepetést tartalmaznak majd. A gyerekek kreatív megnyilvánulása persze nem feltétele az ajándéknak, minden kis és fiatalkorúnak jár a csomag. A 18 év alatt mindenki részesül, azoknak majd kijelölünk egy külön napot itt a polgármesteri hivatalban, és akkor átvehetik az ajándékot. Az aparhanti családok december 6-án 15 óra után számíthatnak a Mikulás és Krampuszai érkezésére.